Hát gyere ide, állj közé! Mindjárt megadod, mi a világ a közepe! Te is, te ott a sinagy idegesség, álljál hátra! Te öreg, engem ne nosogassál ám! Te még zacskóba voltál, amikor én már politikai harcoltam! Ne nosogass engemet! 4 nap, amely megrengette az országot, az Annó Budapest vasárnap délután az 1990-es taxisztrájkot próbálja bemutatni azok számára, akik akkor még nem éltek, vagy nagyon fiatalok voltak. 1990. október 25-én nagyon durva áremelést jelentett be a kormány üzemanyagárakkal, 65%-kal emelték meg a literenkénti üzemanyagárakat, így 56 forintba került egy liter üzemanyag, játszanak el a gondolattal, 56 forint, mindegy. Október végén az amúgy is sokat bizonytalankodó kormány a lehető legszerencsétlenebb módját választotta annak, miként értesítse a lakosságot a közelgő benzináremelésről. Önt mennyire érint érzékenyen ez az áremelés? Engem személy szerint nagyon is érint. Én nekem még van 2 gyereket, akit fel kell nevelnem, akinek még kenyeret kell keresnem, iskolába járnak, kérem szépen, engem nagyon súlyosan érint. Most azt tessék megmondani én nekem, hogy én ezeknek az embereknek, ezeknek a gyerekeknek hogy veszem meg a kenyeret, nekem meg kell azt a termelnem, hogy nekem nem lesz most utasom, akkor én hova megyek kenyérért? Kitől kérek pénzt? Annyit szeretnék hozzáfűzni, nem csak bennünket érint, ez mindenkit fog érinteni az égvilágon, mivel a traktorottól elkezdve mindenhez megdrágult az üzemanyag, tehát ez ugyanúgy a kenyérben, mint mindenben vissza fog csapódni, az összes szállítás, mivel hogy mindent úgy szállítanak a boltokba, tehát mindenki érezni fogja, aki ebbe az országba él. Hogy gondolják? Igen. A másik dolog, amit én akarok hozzátenni, hát azt mondták, elértük a világszínvonalat most az áremelkedéssel. Hát ez a nyugatnémet keres 150 ezer forintot magyar pénzbe, az osztrák 120 ezer forintot, mi 10 ezer forintot keresünk. Hasonlíts össze a következményeket akkor. A csütörtök esti bejelentés után a taxisok lezárták a főváros hídjait és fő tömegközlekedési útjait, és kialakult a 3-4 napig tartó taxis blokád. Nagyon sokan nem tudtak közlekedni, nagyon sokan inkább gyalogoltak. Ma éjféltől újjelentősen emelkedik a benzináron Magyarországon. A bejelentés felére Budapesten taxisok szomorúan követelik az áremelés visszavonását. A fővárosi hivatal erről szólt, a rendőrség tervezi, hogy a Budapesten nyitások szerint kerüljék el a hírekbe. Kedvetemből hasonló hírek között, szintén felvelődtek a taxisok. Ugyanakkor a mennyi félmány megakarályozott önkelőzés mennyis koronáta. Parancsoljanak! Hölgyeim, etetik a taxisokat? Igen, etetjük a taxisokat. Ha már minket is etet a kormány, akkor mi miért etessük a taxisokat? Nem? Tehát akkor még sincsenek olyan egyedül ezek a taxisok? Nincsenek, uram, egyedül. Nincsenek, drága uram, egyedül. Nem is hagyjuk őket. Volna, a magyarok vagyunk volna, de nem volt. Nem kapjuk nem volt. Hát nincs kenyér. Se kenyér nincsen. Fura történetek láttak napvilágot a taxis blokkáddal kapcsolatban, nyilván önöknek is van egy-két emlékük, úgyhogy vasárnap délután hívjanak fel és rakják helyre a fejemben az 1990-es taxis blokkádot, amely október 28-án, tehát 30 évvel ezelőtt ért véget. Főkapitány úr, ma reggel azt nyilatkozta a naptévében, tulajdonképpen ez az egész egy törvényellenes dolog, a gyülekezési jogot sértik meg az itt felvonulók és résztvevők, és ha kell, akkor erőszakkal is feloszlatják. Nézve, az erőszakkal való feloszlatás, ez parancs kérdése. Én bízom abba a belügyi vezetésbe, hogy ilyen jellegű parancsot nem fog, amennyiben mégis ilyen jellegű parancsot fog kiadni. Mi a
esküvőhöz képest és lehetőségekhez képest végrehajtjuk. De őszintén meg kell mondani, hogy nem nagyok a lehetőségek. Nem tudom, hogy hallották-e a déli híreket, ott abban az hangzott el, hogy a rendőrséget bevetik, és az is, hogy a rendőrség nem hajlandó erőszakot alkalmazni. Hát most a rendőrök szóltak oda, hát a külső oldalon, hogy ők, hogyha ki is adják el a, kiadják nekik a parancsot, akkor se hajlandok cselekedni. Most abban esetben mi történne, hogyha itt felvonul a rendőrség önökkel szembe? Ő mit tenne például? Nézze, ez egy olyan dolog, hogy az erőszak mindig erőszakot szült. Én Záhonytól végigjöttem Budapestig, tehát egy 350 km-es távon ugyanez van. Tehát Kisvárdától kezdve Budapest nyugatig. Mindenütt ilyen van? Mindenütt. Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda. Akkor azt lehet mondani, megbénult az egész ország? Hát a közlekedés szempontjából közlekedés, igen. Miért lóval közlekedik? Átjöttünk a fuvarozásra, olcsóbb. Ezzel fogunk fuvarozni. Honnan szedd el lovakat? Van. Jó tálat, Petrus. Eltorlaszolni jöttek, vagy pedig egy szép közlekedési eszközet? Nem, fuvarozunk. Ott van. Én vezetem, ott hozzák az árut. 8000 forintból élek meg! 8000 forintból! Hová jön? A 8000 forintot nekem lecsökkentik 4-re! Rossz a helyzetben! De hová jön a 4000 forintot? Hogy éljek meg? Tisztességesen rendben! Uram, ez a kormány tehet róla! Bocsáss, ha meg elhiszel! Én elhiszem, uram! Na de nekem meg kell élnem valahogy! Alkotmányos rendet akarunk mi! És be fogjuk tartani az alkotmányos rendet! Kérjük, tartsátok be ti is! A rend, ez legyen a jelszavunk! Menjetek haza! A kormány tevék közül senki nem jött ki, addig, amíg a taktusok voltak itt csupán. Ők azt sérelmezik, hogy miért csak most jött ki? Azért, mert én jöttem be, és a kocsimnak majdnem neki támadtak, úgyhogy meg kellett a taxikat kerülnöm. A kormány nem fél, a kormány... Akkor senki nem fél. Létet nem félti esetleg, mert a két nagyon, tábor nagyon közel van egymáshoz. De nagyon féltem. De ha hallottad, hogy mit mondtam minden szavamból, én nagyon remélem legalábbis, hogy kicsendült az aggódás. Ezért kértem... Elnyomták az autó dugát. Igen. Ezért kértem azt, hogy menjenek haza. Úgy, hogy a mise is befejeződik. Menjenek békében, és a békének meg kell lennie. Ezért dolgozunk. Most is ülésedik a munkahelyi minisztériumban a válságstábunk, folynak a tárgyalások. A rend, ez legyen a jelszavunk, menjetek haza, mondta 1990. októberében Horváth Balázs a parlament erkélyén az ott gyülekező tömegnek a taxis blokkád résztvevőihez szólt így. Hát ez már majdnem olyan, mint amikor Szarka Gábor azt mondja, hogy menjenek haza az eszefések. Szóval rend legyen a fejekben, menjetek haza, és hívjanak bennünket vasárnap délután 2 és 4 között taxis blokkád az Annó Budapestben vasárnap.